Hát ennyi, hogy hiányzik mondjuk Zloha, és nem feltétlenül jön be helyére más. Tehát nem örülök annak, hogy külföldi bíró vezeti a meccset, de az első találkozott Gevein, a másodikon Kincses volt. Kincsesnek voltak hibái, ezt talán maga is elismerte. Gevei volt kijelölve el a találkozóra, most ő egy osztrák bajnoki döntővel vigasztalódik. Igen, a harmadik mérkőzését vezeti az osztrák bajnoki döntőnek, ahol olvashattuk a hoki blogon, az internetes hoki portálon, hogy hát nagyon komoly szakemberek értékelik az osztrák bajnokságban nyújtott teljesítményt, és az, hogy a harmadik döntőt Gevei Péternek adták, azt hiszem, hogy önmagáért beszél, ezúton is sokszor gratulálunk Regyének. Na most nézzük az újpesti támadást emberelőnyben, az lövőhelyzet lesz még Rufusnak, elakad a blokkban, de így is helyzet szuper, a földön vállal véd. Szép indítás volt, Hegyi. A csel sem volt rossz elképzelés, csak ez már kevés hely. Ha kék vonalon húzza meg, akkor rendben. Így viszont remek a váltás, Sofron Falkovéd lábbal gyönyörűen. 30 éven keresztül játszott az Újpestben Pék György. Ez alatt 6-szoros bajnok lett. Az Újpest 13 bajnok címének. De 60-ban még nem felnőtt. Hát egy csapatban, ami óriási dolog. Ja, nagyon jó csatár volt. 211-szeres válogatott volt Pék György. Én öreg fiúkon is kavargat rendesen. Óriási passz, ott az a vezető gól. Dubek harmadik gólja az Alba Volán ellen. Rászolgált az Újpest a vezető gólra a harmadik mérkőzésen is. Hát ezt összehozta a védelem. Dubek kibújt a védőtől, elég nagy távolságra rá tudta húzni. Szuper, talán nem is látott semmit, ugyanakkor ha botja len van a jégen, akkor ezt megfogja. Még mondják Fehérváron, hogy kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba lépni, háromszor is lehet. Ott egy kötény. Szép passz. Most tiszta lövőhelyzet volt, Dubeknek választhatott. Egyébként Vitali Kiricsenko gólpasszal mutatkozik be. Ketten kettő ellen, miközben cserél az Újpest. Bank. Rá kellett, hogy tenyereljen Falkó. Ezt nem láthatják a kedves nézők, az újpesti kapus most ment ki. Ez meg egy óriási passz! Hatalmas gól! Kiricsenko! Az ukrán gólpassz után gólt szerez. 2-0-ra vezetnek a lilafehérek a bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. Megkapta ezt a nagyon szép keresztpasszt. Felvarázsolta. Nem adja meg. Nem adja meg a gólt. Most néznek csodálkozva az újpestiek is. Na nézzük csak. Hátul megy le, tehát 1, 2, 3, 4, 5, és ott korcsolyázik le hát egy nem játékos. Nem lehetett volna bejönni. Igen. Ebben a pillanatban az egyik kiállított fehérvári visszajöhet, de Kiricsenko lő! Bent volt, vagy nem volt bent? A gólbíró lámpája nem ég. Kiricsenko már az égnek emelte mindkét kezét. Hát nagy pekje van az ukránnak, az egyik gólját nem adják meg, ez meg nem megy be. Kiricsenkót nem nagyon tudták kielemezni. Nem, egyáltalán nem tudták kielemezni. Nagy lövés volt. Oly, hova söpörte? Szuper, hogy hátraforgott. A centrifugától oda csapta a botjával a kapuvasra. Kiricsenko adott egy gólpaszt, lehetne 2 plusz 1. És most kiegészül az Alba Volán, Hegyi is megy a támadásra, Guerrero rosszul középre. Egyre idegesebb fehérvári szurkolók. Szikorcsin jó passz, az már gól! És ez Kiricsenko gólja! Egyszerűen elképesztő, amit ez az ukrán fiú művel ezen a mérkőzésen. Lehet, hogy Zoha sérülése hozta meg ezt is. De volt egy meg nem adott gólya, most a gólvonal vagy kapuvas mentett. Nagyon jól lövöldözi föl. Én mondtam neked ezt a botos felsőt. Minden megmozdulása életveszély Kiricsenkónak. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogyha a 40 esztendős Zoha térde meggyógyul a következő mérkőzésre, akkor... Akkor ő visszajön, és egy másik légiós fog kimenni. Mit lép akkor vajon Pék György? Na esetre lesz még egy meccs. Itt lehet, hogy az a vizes térd, az csütörtökös sem elég. Nagyon összeszedett az Újpest, bátran oda mer menni. Minden egyes egy az egyes csatát is felvállalnak. Gyönyörű passz, Szikorcsin Fonákján! 3
3-0-ra vezet az Újpest, és kell mondanom, hogy Vitali Kirichenko adta a gólpaszt. Talán nem is. Egy gól, két gólpassz Kirichenko, és ezt is ő kaparta ki. Ő hozta össze a helyzetet. Pont mondtam ezt, hogy bátran mennek a támadó harmadban is ütközni, ott megvolt a kapu mögött is egy az egy, ott egy váltás, és ez bátor csel, mert valljuk be őszintén egy túl kemény védekezés mellett, ott nem lehetne csel húzni. Ahogy mondtad, Kirichenkónak fantasztikusan jó keze van. De tényleg hol volt eddig? Tehát ha ilyen teljesítményre képes meccsen, akkor csak magának köszönhetik, hogy eddig nem rakták be. Na de Szikorcsin fonákja is megvillant most, amire az előbb utalta. Meg a botos felső, és gólra veszélyesen játszani a falba. Itt a közvetlen a második szünet előtt szerzett egyenlítő gólt még. Malkovics, ő sem találja el. De már másodjára nem Igen. találja el. Megint be a kapu elé, becsúszik a korong. Malkovics mutatja, hogy hozzáér. Az osztrák bíró megkérdezi, hogy tényleg te voltál-e? Malkovics úgy láttam rábólintott, azt mondta, hogy igen. Megnézzük majd a lassítást. Én is úgy láttam, irányt váltott a korong. Hát ugye ez az. Elindul-e innen a szegnyét? Eszébe jut az Újpestnek, hogy mi történt 4 illetve 2 nappal közel korábban. Hány ezerszer próbálták már ezt? Nem ebből állapítjuk meg majd. Igen. Tisztán látszik, ahogy irányt változtat a korong, Palkovics a gólszerző. Pont ott kezdett lefele hullni, ahol Palkovics botja. Hát igen, ha van ez a sebesség, akkor kérdezhetné bárki, hogy miért nincs 40 percig nyomokban valami hasonló. De hát ezt a fehérvári szurkolók majd felteszik ezt a kérdést, vagy Énekes Lajos felteszi a játékosoknak. Mi nézzük a meccset, Palkovics lábáról vagy ütőjéről. Azt mondja, hogy nincs szándék. Kérdezze a vonalbíróit. Megbeszélte a három bíró egymással, tehát Palkovics korcsolyájáról vágódik, nagy valószínűséggel, sőt, szinte biztos a kapuba a korong. Hát, messze van. Messze van, de azért nem áll az a lába jégen. Elmagyarázta Pék Györgynek is, hogy miért adja meg ezt a gólt. Na de hát Pék György is látott valamit. Az is tény, hogy közben megy a kardozás, fej fölött az ütők. Nézzük meg még egyszer. Le akarta venni. Nem látunk tisztán. Megadható egyébként. De be kell, benyomják állandóan a kapu elé a korongot, és ott tudnak vele itt kezdeni mostanában. Palkovics, az is nagy helyzet. Ocskai, és valahogy odaér még lábbal. Matus Palkó, ez a meccsvédése volt szerintem. Biström, ő aztán semmit nem csinált ezen a meccsen. Szuper elindul lefelé. Szuper most már gyorsabban korcsolyázik lefelé. Mellé megy a lövés. És mellé megy ez is. Aztán tilos. Tényleg több ilyen szituáció volt egyébként az osztrák bajnokikon, hogy az utolsó másodpercekben harcolta ki a hosszabbítást az Alba Volán. Az ület kapusos kapuhasnál, akkor is. Így lesz lövőhelyzet. Palkovics nehezen szelídíti meg a korongot. 15 másodperc a hátralévő idő, és nem tudja elhozni a palánk mellől az Alba Volán. Egy lövésre még maradhat idő. Így majd Palkovicsnak jön az a lövőhelyzet. Ellövi fölé, megy nagyon, és ez szerintem most már azt jelenti, hogy az Újpest megcsinálja a bravúrt. Az Újpest véghez viszi azt, amiben senki nem bízott, főképp idegenben. Az Újpest hozza a harmadik mérkőzést. Maroknyi szurkolótábora előtt ünnepelnek az újpesti játékosok. Dühösek, bosszúsak és szintén fáradtak a fehérváriak. Ez emberfeletti teljesítmény, amit az Újpest mutatott ezen a meccsen. Le a kalappal előttük, mindenki azt hitte, hogy attól a kiakadtak a bírókra, otthon kikaptak, hogy megrodjon a csapat, és erre nem, összeállt a csapat, és hát egy fantasztikus győzelmet aratott, hősies. Én még szeretnék egy szóbeli fair play díjat adni a fehérvári publikumnak. A fehérvári publikum kétharmad része vastapssal jutalmazza az újpesti játékosokat.